vagyok. Ez a Posta utcám, nagyon szeretem. Pláne a végén, a legvégén jobbra az utolsó házat. De mit akartam mondani erre a dolgra? Most veszel lejárt húst, még talán annak sincs baja. Nem szégyellem, így vagyok most. De nem veszek húst, csontokat veszek a nyugdíjasok elől. Illetve most ők elvették elől, meg azt a fűrészporos kolbászt is. Tehát ha veszel mondjuk ruhát, leértékelt, nem akarják vinni, két éves modell, tehát kiment a divat, valami. Na most, ha gyümölcsöt veszel, leértékeltet, valószínű, hogy nem azért, mert kiment a divatba, a gyümölcs soha nem fog kimenni, hanem azért, mert egy pici, valami nyomás maradt, már nem viszek el, akár a paradicsomot, akár a páprikát, ez volt a Puppettóban is, abból éltem tavaly. Azt sajnos bezárt, az is. Minden bezár, ahol megjelenek. Még a bankom is tönkrement. Na, hát így állok. Még a bankom is. Mínusz 17 ezeren volt még szerencsére. Tehát mit akarok, ha megvan nyomva egy kicsit gyümölcs? Kurvára nincs neki baja, eladni már nem tudja, nekem meg első osztályú. Meg tudom venni, most már mindjárt megmutatom, hogy 500 forintért mekkora szatyor mindenfélét elhoztam. Alma is van benne, meg nem tudom. Na, majd mindjárt megmutatom. És biztos, hogy jó fog lakni, és mondom, idén almán kívül, amit a lovak elől elvettem, gyümölcsöt nem ettem. Holott én teljesen gyümölcspárti vagyok, imádom a gyümölcsöt. Nagyon szeretem a gyümölcsöt. Üzemanyagom is ettem. Még bemegyünk így holnap pedig. Ez lesz. Mindjárt megmutatom, hogy mennyit elhoztam, és 500. A gyerekeknek volt az a fagyi 3000 forint. Na, 3000. Tessék. Akkor meg miről beszélek itten, hogy 500-ért meg olyan hamikát kaptam, hogy... Na, várjunk, még kapjuk. Csukolj, drágám. Ide néz, apám. Ide néz. Ekkora szatyor, és ebben van őszi barasztó kezdve őszi barackig. Meg alma, de sárga barackot akarta venni. Na mindegy, egy jó súlyos anyag, mondta, nem érd le, az meg mondta, hogy mennyi, azt csókolom. Ha 1000 forint, akkor is annyira elhozom. Mert amúgy meg lenne 6000, hogyha mind tip-top egészséges. Alma is van benne végre. Nem tudom, mik azok. Na, így állok, kész. Szégyenkezni valóm nincs, nem zavar. Nem, leviszed, most ez ilyen időszak. Félek, hogy lesz még, most így sokkal könnyebb, hogy két fülét fogom. Azt hittem nehezebb. Na, kertem legalább megvan. Gyerünk be. Elővettem a zabos moslékomat, hogy azt fogok hamizni, de elhoztam lányaimat, de nem ezt fogom enni, hanem ezt a gyümölcsöt. Itt van, ez a zabos moslékom. Amivel semmi bajom, mert imádom. Na de a gyümölcs, annyira oda vagyok a gyümölcsért. Paprika, meg van nyomva valahol, ilyen barnás, mi bajom lehet? Semmi bajom. Na, hogy van ez? Na, meg akarom mutatni, hogy mit jöttek ki. Na, tessék, ennyi őszi barack. Tessék, ez mind 500 forint. Kicsit leveses, alma, más nincs. Úrú, eget nincs sárga barack. Azt nagyon akartam menni. Na mindegy, ilyen alma, meg ilyen barackok. Finito, nem érdekel. Kész. Na pusz. Legalább mondhatom, hogy ettem idén gyümölcsöt. Majd hátam a rohadt dinnye legközelebb megyek.